Keszthelyen, a Kis Szent Teréz Bazilikában 2019. március 4-én Márfi Gyula veszprémi érsek nyitotta meg, az Eucharistia Vinculum Caritatis, az Oltári Szentség a Szeretet Köteléke címet viselő kiállítást. A főként fényképekből álló gyűjteményt az 1938. május 25 és 29-e között Budapesten megrendezett Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus mutatja be. A megjelenteket Kulcsár Dávid, a plébánián gyakorlatát töltő diakónus köszöntötte. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt Keszthelyen a Kis Szent Teréz Bazilikában is fogadhatjuk ezt a nagyon szép kiállítást az Eukarisztikus Kongresszusról, ami 1938-ban került megrendezésre Budapesten, hiszen nagyon sok kiállításnak adtunk már itt teret az elmúlt időszakban, ezen a folyosón itt, amit láthatunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt itt az egyház községben, hogy a városnak is, illetve a környéknek is a kulturális életéhez hozzájáruljunk, ezért rendezünk rendszeresen koncerteket is, kiállításokat is, azért is, hogy azokat is be tudjuk csalogatni ezáltal a templomba, akik esetleg nem járnak rendszeresen szentmisére, ez egy kiváló lehetőségnek tartjuk. Pál Falviné Ősze Judit, a Szaléziánum igazgatója, emlékeztetett, hogy a kiállítás Veszprémben pont a 80 évvel ezelőtti kongresszus zárónapján, május 29-én nyílt meg. A Szaléziánumban tárgyi emlékek is gazdagították a kiállítás anyagát, melyek itt fotóformájában jelennek meg. Az igazgatónő örömét fejezte ki, hogy a kiállítás eljuthat a Főegyházmegye távolabbi pontján élőkhöz is, segítve a készületeket a 2020-as eukarisztikus kongresszusra. Márfi Gyula érsek beszédében a közelgő kongresszusra hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az 1938-as kongresszus kiemelkedő eseménye volt a 150 ezer gyermek első áldozása. Nagyon fontos az, hogy a hívekkel is megismertessük ennek a kongresszusnak a jelentőségét egyáltalán, hogy miről is szól ez az egész, és ezért is ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a mi híveink is egyáltalán itt a keszthelyi polgárok, illetve egyáltalán Zalának is a hívei megismerhessék, és egyáltalán minden érdeklődő, hogy miről is szól ez az egész kongresszus, és valóban szeretnénk ezzel is hozzájárulni ahhoz, hogy a hívek valóban lelkileg is föl tudjanak készülni, hiszen tudjuk azt, hogy minden szentmise végén vasárnaponta imádkozunk a kongresszusért a felkészítő imádságot, de ezzel is hozzájárulunk ezzel a kiállításra is, hogy valóban el tudjuk mélyíteni ezt, hogy miről is szól ez az egész, és valóban hívő lélekkel tudjunk készülni erre a kongresszusra. Illetve szeretnék még ezt a kiállítást bővíteni is, hiszen találhatóak még itt vitrinek, és nagyon nagy örömünkre szolgált az is, hogy volt már itt keszthelyek között is olyan, aki behozott olyan tárgyi emlékeket, amelyek még az ő gyermekkorából az 1938-as kongresszusról származnak, és várjuk is még esetleg ezeket az tárgyi emlékeket, amik esetleg abban az időszakból megmaradtak, illetve szeretnénk még kifejezetten az 1938-as keszthelyi eseményekből is egy kisebb kiállítási anyagokat összeállítani ehhez a már most is látható kiállítási anyagokhoz. A Szaléziánum érsekségi turisztikai központ kiállítása június 17-ig látható Keszthelyen.